A dombori lakosok örökzöld növényeket és bokrokat telepítettek. Az ültetés Dombori főutcája alatt zajlott, az utcák elé 38 darab virágzó bokrot és örökzöldet ültettek. A növények telepítése csak az egyik lépés az üdülőtelep fejlesztésében. Korábban a part tisztítása és rendbentartása érdekében végzett munkát közösen a Domboriért Egyesület és az önkormányzat. Azt gondolom, hogy Domborinak egy igazán szép utcájában vagyunk jelenleg is, és ennek az utcának a jobboldali területe egy kicsit olyan magányosnak tűnik. Azt szeretnénk, hogy ahogy az ember végighalad, sétálva, autóval, gyerekekkel azt lássa, hogy virágzó bokrokat, illatokat, színekkel találkozzanak. Azért gondoltuk, hogy elkezdjük ezt a fejlesztést, hogy tényleg lássák azt az emberek, hogy nekünk fontos Dombori. Gyakorlatilag ugye maga a környezetvédelem az Egyesületnek is, és ugye itt több lakosnak is fontos. Sajnos a szemétszedés alkalmával, amiatt a múlt héten történt, hát megdöbbentő mennyiséggel találkoztunk. Gyakorlatilag a bokrosítás is egy felkiáltás arra, hogy igenis fontos az, hogy a környezetünkkel foglalkozzunk. Az örökzöldek elültetésével, a strand modernizálásával elinduló program Domboriban a lakosság összefogását eredményezte. A helyiek az illegális szemétlerakást is beszüntetnék és erdőt telepítenének. A lakosok célja egy kutyástrand kialakítása, ahol a négylábúak zavartalanul fürdőzhetnek. Takács Anikóval, az Egyesület alelnökével közösen, illetve még néhány domborisnak a segítségével ősszel már szerveztünk egy faültetési akciót. Most tavaszra terveztük Dombori virágosításának az elkezdését. Ez most konkrétan annyit jelent, hogy 38 darab olyan bokrot ültetünk ma, ami tavaszonként, illetve nyáron virágozni fog. Kicsit Dombori hangulatát akarjuk ezzel javítani. Hasonlóan, mint az őszi faültetési programunkat, ősszel elkezdtük a vízpart lekopaszított részein újra telepíteni a fákat, elsősorban fűzfákat, illetve azokra a közösségi helyekre, amik nem vízpartiak, ilyen parkos részekre, más típusú növényeket, amik idevalóak, ellenállnak a viharoknak, nagy gondozást nem igényelnek. A maradék vízpart, ami folyamatosan csökken sajnos, ami a közösség használatában van, ezt próbáljuk amennyire lehet megmenteni, illetve a maradék közterületeket olyan állapotba hozni, hogy ezeket kultúráltan lehessen használni. Tehát, hogy az itt üdülő tulajdonosok, illetve a vendégek le tudjanak sétálni néhány száz méterenként a vízparton, ott le lehessen ülni egy padra, legyen egy kis kuka, amiben bele lehet dobni a szemetet, legyenek horgászhelyek. Ez 20-30 éve ez egy horgászparadicsom volt ez a hely, és napjainkra sajnos egyrészt hal is nagyon kevés van benne, másrészt elfogytak a horgászhelyek az üdülő területen, tehát sikerül néhány olyan közösségi helyet kialakítani, amit majd normálisan tudunk használni. Például egy ilyen Dombori közepén a teniszpályával szemben van egy csónakkikötő, amihez tartozik két földnyelv. Jelenleg ez a két földnyelv vakon bevezet a nádasba, tehát se horgászni nem lehet róla, se semmit nem lehet vele kezdeni. Most ezeket véletlenül föltöltik, hogy el lehessen érni a végükről a nyílt vizet, ki lehessen alakítani az egyik felé horgászhelyeket, a másik felén pedig egy kutyás fürdőhelyet szeretnénk kialakítani. Egyrészt nincs ilyen a régióban, tehát úgy gondoljuk, hogy Domborinak ez egy jelentős újabb színfolt és vonzerő lehet. A Dombori öböl turisztikai fejlesztésének az a célja, hogy az üdülőtelepen a nyaralás mellett újra népszerű legyen a horgászat és a kerékpáros túrázás. Ezért döntöttek úgy, hogy a tavalyi strandfelújítás után idén örökzöldeket ültetnek Dombori megszépítése érdekében.